Na szevasztok srácok! Itt Timiszko, ez pedig a GTA 3 végigjátszásának a következő része! Hát már megint egy GTA 3 rész, most már tényleg úgy vagyok vele, hogy ezt a sorozatot minél előbb ki kell végezni. Szóval lássuk a legújabb részt. Hát az előző részben, nem is tudom hogy mondjam, úgymond intim kapcsolatba kerültem a rendőrséggel, ugye rendőrbá, ugyanis Kenji kinyírása című küldetés volt, és hát körözés is kaptunk, miután kinyírtuk Kenjit, rendőrbátyáik pedig szitává lőttek, megdöglöttem, így töltettem be újra a játékállást, és csinálhattam meg újra a küldit, ezért szobd ki magadat, megütöttem a rendőrt, és nem kaptam körözést, mi a szar? Jó, most már beadták, csodálkoztam. Szóval akkor megcsináltam újra a Kenji-s küldit, és akkor nézzük srácok a következő Donald Love küldetést. Egy csobbanás az óceánban. Tánc, tánc, táncoljál, táncoljál velünk. Mint látható, ázsiai úriember, jól. Táncikál, és távozik. Igen, nehéz jó árut importálni. Repülőjútban a repülérfejé átrepül az öbölfelt, néhány csomagot fognak ledobni róla a vízbe. Nekünk pedig össze kell szedni, mielőtt más tenni. Ó, milyen jó kis easy küldetés kapunk, a nagy lószart kapunk easy küldetés, srácok. Egy nehéz küldit kaptunk ezúttal, könnyűnek tűnhet, de amúgy nem az. Ellapom varac virágot. És hát igazából ez egy rohadt szar küldetés, utálom nagyon. Hajót kell szereznünk, és össze kell gyűjtenünk egy kis árut, amit egy helikopterről dobálnak kifele. És hát mondom sem kell, a GTA 3-ból kiindulva minden bizonnyal az a hajó drogot dobál, szóval kapszit kell szereznünk. Úgyhogy gyerünk, húzzunk bele. Természetesen amint összeszedjük az árukat, utána körözést kapunk, azt hiszem 5-ös körözés lesz ez utána küldi végére. Szóval ja, elég nehéz küldetés lesz ez, de megcsináljuk, megcsináljuk, együtt megcsináljuk. Sikerülnie kell. Itt lesz valahol azt hiszem a hajó. Jajajaj. Mekkorát koppantunk. Jaj, 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 jaj! Baszd meg! Újból itt vagyok. Most már tényleg. Szereznünk kell egy csónakot. Hát az előbb elnézést a homoszexuális hangért. Tényleg nem tudom mi volt velem, de hát azért eléggé nagyot rage-eltem, hogy megdöglöttem, azt oda volt minden fegyverem. Természetesen nem mentettem azután, hogy megöltem Kenjit, így újra megcsináltam Kenji kinyírását, na mindegy, semmi baj. Most már van egy csónakunk, úgyhogy kergessük szépen a repcsit, megyünk azokért a pakkokért, amiket ki fog ejteni Donald Love kérésére természetesen. És hát tényleg srácok, jól haladunk most már a GTA 3 végigjátszásával, szerintem olyan 4-5 rész lehet még hátra a végigjátszásból. Hát esetleg még egy nagyon kevés, itt pedig egy Dodo, természetesen Dodo az egyetlen repülőgép ugye a GTA 3-ban. Szállítja nagyban a cuckombót. De vajon mit visz a Dodo? 20 másodperc múlva kezd el ugye a terméket ejteni. Hú, de szarrá lőném, de tuti mission field-et kapnék, szóval inkább nem kockáztatok. Azért egy-kettő tárat belelövök. Jó, hát baja nem lett. Na, húzzunk bele, mert tényleg mindjárt állítani kezdi a cuccokat. És most! Elkezdte ejteni. A gép most ér az öbölhöz. Igen, 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 tudom. Egy megvan. Egyet felszedtem, egyes körözés. Na. Kettőt felszedtem, kettes körözés. Hármat felszedtem, hármas körözés. Egyre finomabban hangzik. Négy csomagot felvettem, négyes körözés. Még jobb. Ötöt vettem fel, ötös körözés. Úristen, lassan tele a naci. Ajajajajajajaj. És felvettem a hatodikat is. Jó, idézőesen csak ötös körözés. Hú, beszartam volna, hogyha rendesen megkapom a hatost, azt jöttek volna a tankok, meg minden. Claude, ugorjál már kifele. Jó, és futásban ezerrel srácok, gyerünk, 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 visszavisszük Donaldnak az árut. Donald kacsának vissza kell vinni a tuckombót. Azt a rohadt, ötös körözés, mert minden szar. Természetesen a Yakuza Stinger nincs itt, csak ez a szaros autó.
Na ott a Yakuza Stinger, az én kis autóm. Gyerünk! Hú! Azt ott menjen, ide spónoltak! Ne! Hú, majdnem kiráncigáltak. Nem sokon múlt. Azt a rohadt életbe. Jaj. Nem tudom, hol érzik magukat a rendőrbák, de megcsináljuk, srácok. Innentől sima az út. Le sem festettem, úgy túl könnyű lenne. Other shoulder. Tűrű. Refrém. Flash, to be yeah, jó. Tűrű, to be yeah, jó. Flash, to be yeah, jó. Jajajajajaj! Flash! Bazd meg, flash! Most boruljál föl, ez az. Ez az, bazd meg. Bansi! Ne! Most ne dögöljek meg, ne! Cloud! Idaho! Hú! Derünk! Pörögjünk föl! Idaho! Nyomasd neki, Idaho! Azt a kurva életbe, srácok, 42 HP. Szoros izék, hogy leszették. Pedig csak úziuk van. Yeah, jó, flash, tubi, yeah, jó. Oké. Okay. Hú! Megcsináltam azt a kutya mindenit. Nem sokon múlt. Maradjunk annyiba, nem sokon múlt. Na. Ré pedig újból küldít ad nekünk. Húzzatok el innen az anyátokba, köcsögök. Ré újból küldít ad, így hozzá is megyünk. Ez lesz ugye Ré utolsó küldje. Most távozik a kis öreg Liberty Cityből, szóval ezt a küldetre mindenképpen a mai részben akarom megcsinálni. Stinger. Kell nekem a Stinger, azaz. Gyorsan megyek haza, mentek egyet. És ebben a részben fog megnyílni, srácok, a harmadik sziget. Szóval a mai epizódban átmegyünk a harmadik szigetre. A következő részben megcsináljuk a harmadik sziget elévő bandának a mellékküldjeit. A 18. részben aztán 20 rész alatt, de jó lenne kivinni. Lehet, hogy 20 részes lesz a GTA 3, srácok. Lehet, hogy fölpörgetem az eseményeket, és akkor 20 rész alatt kiviszem a játékot. Ez ugye a 17. 18. Egy nagyon hosszú 19. rész. Elgondolkodtató. Tűrűtű a The Shoulder. Hát inkább 22 rész lesz, van egy olyan megérzésem. Na mindegy, fölveszol a golyóálló mellé, most nem kell full HP, és mentünk egyet. Természetesen. Ja, egyébként átöltöztem, nem tudom, mondtam-e. Gyorsan skint cseréltem. Befagyott egy kicsit az utcombó, de mindegy, szóval azt mondtam, hogy átöltöztem. Nem tudom, észrevettétek-e, és mentettem gyorsan a vaka gasira kinyírására. Fölszerek egy kis fegyverzetet, hát nincsenek a legjobb fegyóim, de hát majd a harmadik szigeten összeszedjük a kellő rejtett csomagot ahhoz, hogy elérjük a 70-et. 70-nél kapjuk meg az AK-t, 80-nál kapunk M4-es, de én ezt hülyeségnek tartom. Valamelyikőtök azt írta, hogy 80-nál adja be az M4-est, én azt mondom, hogy az M4-est azt majd 90-nél kapjuk meg, 80-nál kapom meg szerintem a snipert. Azt remélem, hogy az M4-est, örülnék neki. UJ, baby UJ, Tammy. Na mindegy, nézzük, azt a rohadt mennyi pénz volt a jó madárnál, azt a rohadt mennyi pénze volt, srácok. Ez igen, biztos most kapta meg a nyugdíjat a vénkappan. Na mindegy, nézzük Ray utolsó küldjét. A megjelölt férfi. Nem követtek? Jó. Ennyi, vége van, nem bírom tovább. Na mi van, Ray? Beszartál? A Spank üzlet után a CIA is érdeklődik. Ajjaj, addig iszok egyet. Na szóval, a WC lakó kibújt a WC-ből. És ennyi volt neked a külvilág, Ray, most megöllek. Ennyi volt, megöltem Ray-t, na jó, nem ennyi volt neki a külvilág. Kezdjük újra. Igazából az a lényeg, hogy Ray ebben a küldiben hagyja el ugye Liberty-t, gyorsan kéne lennünk amúgy, Ray, gyere már. Ebben a részben megy el Liberty Cityből, ki kell szállítanunk őt. És jutalmul, egyébként M4-est fog nekünk adni, azt hiszem még némi rakétavetőt is. És adni fog nekünk legnagyobb jutalmul egy golyóálló Patriotot.
amelyet az utolsó küldetésben is hasznosnak fogok találni, illetve még azelőtt is lesz egy küldi, akkor is hasznosnak fogom találni. Now the rain to... Na szóval, ja, a CIA-i megfigyelés alatt tartja a város, mert minden raid, tehát ki kell innen juttatni. Gyorsan, Ray, gyere, átszállunk az Infernusba. Infernus, Infernus, Infernus! Jó? Gyere, Ray, papa! Ezzel megyünk tovább. Lamborghini. Jaj, beszállt, Ray, oké, menjünk innen. Korompáló híd egyébként, nagyon utálom ezt. Ugye van, hogy fölhúzzák a hidat, amúgy itt volt nem messze az élet, ahol a híd elkezdődött. Jajajajajajaj! Nem erre kellett volna jönni, hát de bolond vagyok, srácok, töltetem is be újra a játékállás, hát tényleg! Nagyon buta vagyok. Hát Ray megmondta, hogy ne az izé erre fele menjünk, vagyis hát írták legalábbis nekünk, hogy ne erre fele menjünk, mert a CIA megfigyelés alatt tartja a hidakat, szóval ez az út le van zárva. Az alagúton keresztül kell kijutnunk. Aj, de butuska vagyok. Aj, de butuska vagyok. Na mindegy. Kell szereznünk egy gyors kis kocsit. Igazából szerintem ki kéne hoznunk a garázsunkból az autót, mert nem nagyon akar bedobni most sportautót, nekem úgy tűnik. Köcsögöl velem a játék. Na már egy Banshee-t adjon be. De ne Stallion-t, Istenem, Stallion. Állja már meg. Baszki, még a Stallion se áll meg. Blista? Még a Blista se áll meg. Banshee! Rohadt életbe, ilyenkor itt a Banshee. Ilyenkor itt a Banshee. Bepattanok a Stallionba és gyorsan elmegyek a Banshee után. De hát nem, a Banshee az el fog menni innen. Esélytelen lett volna, hogy utolérjen, már el is spónolták a Banshee-t. Jó, hát kiszedem a garázsomból a Yakuza Stingeremet. Ott a Banshee, ott a Banshee. Oké, okay. Banshee. Jó, és nem is őrült ember vezeti a Banshee-t, szóval ki tudom ráncigálni. Jaj, ne a blisztába szállj be, Cloud. Szálljál kifele, tolvaj. Ez nem a te Banshee-t, te is loptad. Én megállapom tőled. Oké. Okay. És akkor... Shiki tonight. Na, Ray papa. Akkor gyere, megnyílt, tehát a harmadik sziget amúgy, srácok. Lehet, hogy már az előző küldi megnyitotta, na mindegy. Gyere, Ray, gyorsan elhúzunk innen igazából. Szálljál befele, Ray! Ray! Gyere! Oké, és elhúzunk innen. Megfigyel, és ott tartja a hidat, keres másik utat. Igen, ezt nem olvastam el az előbb, hát de hülye voltam. Na mindegy, elmegyünk akkor az alagút felé. Szóval hát akkor irány a valagút, arrafele tudunk eljutni a harmadik szigetre, aminek egyébként most hirtelen nem jut eszembe a neve. Hú, mi is a harmadik sziget neve? Na mindegy, nem annyira lényeges. Egyébként ezt a harmadik szigetet utálom a legjobban a GTA 3-ban. Olyan kis helyszín van ott, tehát tényleg olyan kicsi helyen, meg olyan kanyargós ez a sziget, hogy nagyon szar. Én legalábbis személy szerint utálom, de hát mindegy, van ez így. Nem az számít, hogy én szeretem vagy utálom. Lényeg az, hogy húzunk az alagút felé. Itt nincsenek CIA-sek. Itt át tudunk jutni, mert ugye megfigyelés alatt tartják az egész várost. Így a hidak is kilőve. Arra fel nem tudunk menni, mint láthattuk az előbb. Az alagút pedig egy bevált hely. Erre fele szoktunk átmenni ugye Portlandre is, ha úgy van. Ray? Minden oké? Tesó? Ó, nem látom Ray pofáját. Nem látom Ray-t. Csak a szexi fülét láttam egy pillanatra. Várjátok, nyomok egy-két screenshotot. Oké, lescreenshotoltam. Viszlát, Ray. Elhagyjuk a várost. Baszki! Jajajajajaj, gyors autócsere kéne ide. Ray, szálljál kifele. Ellopom a Banshee-t és azzal megyünk tovább. Gyere, gyere, gyere! Ray! El ne üssék azt a rohadt életbe. El ne üssék! Ray! Szálljál már befele. Töretlen állapotú autóval akarok inkább menni. Jaj, Istenem, csak sikerüljön. Shoreside Vale, igen, Shoreside Vale. Oda megyünk mi. Szóval irány tovább. Welcome to the limit. Menjetek már gyorsabban itt előttem, alig maradt időm. Menj már innen, rohadék. 50 másodpercem van, srácok. Jaj. Itt majd lesznek fegyveresek. Jaj, Egyel előbb kellett volna lefordulni, szerintem ezt elbasztam. Ezt elbasztam, srácok, egyel előbb kellett volna lefordulni. Ne, megint töltetem be a rohadt életbe. Na srácok, most okosabbak leszünk, mint látható Yakuza Stingerrel vagyok, tehát a maszek, a saját Yakuza Stingeremet beáldozom erre a küldire.
Ugye ezt a Yakuza Stingert azóta a részóta a garazsomban tartom, mióta megérkeztem a második szigetre. Szóval ez egy szent erekje. Ezzel szeretném, hogy ti is utazzatok majd, akik leszeditek az elmentésemet. Szóval ezt, jaj, még vissza kéne vinni a garazsomba. Na mindegy, igazából most erre kell bejönnünk, ugye erre fele van a reptér. Az előbb nem néztem a táblát, a reptér fele erre kellett volna ugyanis bejönnünk. Igazából mondom még egyszer, a küldetés után Ray megajándékoz minket egy golyalló patriottal, amely nyilván jobb jármű, mint ez a Yakuza Stinger. Jaj, ezzel nem fogunk érni szerintem, srácok. Nagyon neki kell most nyomni a gázt, mert itt lesznek asszab és lőni fognak minket fölülről. Menj innen, Landstalker! Menj már innen, Landstalker! Itt most padlógázt fogok nyomni. Padlógáz! Jó, nem lőttek szét. Egyelőre nem lőttek szét. Jó, akkor már nem is fognak. Akkor már nem is fognak. Sikeresen teljesítve a küldi. Ray papa! A viszontlátásra! Itt a búvajam kulcsa, találkozott némi pénzt meg felszerelést. Viszlát barátom! Szevasz! Kezdj új életet! Egyébként Vice City-be megy Ray. Viszlát WC lakó. Biztos Vice City-ben is találsz magadnak egy kis WC-t. Na! Menj a búvajra és szedd össze Ray cuccait. Oké. Igazából szeretnék a Yakuza Stingeremmel távozni innen a harmadik szigetről. Sumo! Na! Úgyhogy sniperem nincs. Sniperem nincs, szóval nem tudom kiszedni itt az emberkéket. Ott van valaki. Azt hiszem nem négyesük van amúgy. Na? Nem, ennél csak kis ratyi úzi volt. Ó, azt hittem, hogy M4-es őrök vannak itt. Ennél már tuti M4-es lesz, na. Ennél is csak úzi volt? Mi a szar csak? Á, már tök mindegy, srácok. Ha olyan voltam, olyan jó, hogy elspónoltattam az én kis Yakuza Stingeremet. Ne! Elspónolt a kis autóm. Ez van, ez van. Nem, nem, itt van Yakuza Stinger, my love. Szent nekem ez az autó, ezt haza kell vinnem minden áron. Jajaj. Jó, azt se tudott lelőni. Tűrűrűrű. És inkább a Banshee-t veszem ki a garazsamból. Ezt a Yakuza Stingert megtartom akkor is. Mert ez megvan az első rész óta, hogy átjöttünk a második szigetre. Azóta ott áll a garazsamban. Tűrű, tűrű, tűrű. Bár mondjuk a Banshee is elég régóta, de hát az nem annyira szent jármű. Már itt Banshee-ból kismillió van. Hiába az a kedvenc autóm, az a Yakuza Stinger, ez marad mindenféleképpen. Tűrű, tűrű. She's on fire. Tűrű, 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 tűrű. She's on fire. Tűrű, 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 tűrű. She's on fire, fire, fire. Na jó, elég lesz az éneklésemből. Ne! Volt Yakuza Stinger, nincs Yakuza Stinger, srácok. A Stingerem felrobbant a rohadt életbe bele. Hát ezt elcsesztem. Na mindegy, van ez így, ezt ti már nem fogjátok ezt a Yakuza Stingert vezetni, sajnos. Nyugodjék békében. Én vezethettem, ez a lényeg. Na mindegy, srácok, helyette a golyóálló patriotot vezethetitek majd. Jaj. Azért sem fog másik Yakuza Stingert tenni a garázsba, mert ezt a pici Yakuza Stingert egyik sem tudja majd pótolni. Érzelgős pillanatok egyike. Van ez így. Fire. She's on fire, tűrű, tűrű, she's on fire, fire. Jaj. Na mindegy, akkor húzzunk a jutalmunkért, nézzük, hogy Ray mivel jutalmaz minket igazából. Meg amúgy jó sok pénzt is kapunk, úgy tudom. Na mindjárt megtudjuk, hogy mit kapunk pontosan. Én úgy tök róla, hogy kapunk egy golyóálló, vagy nem kapunk, de egy golyóálló mellényt ad, azt hiszem egy rakétavetőt ad, egy M4-est ad, pénzt ad, illetve a Patriotot adja oda. Ez az én emlékezetem. Na nézzük. Ho! Viseld gondját az én kis golyóálló hammeremnek. Ho-ho! Viszlát Miami-ban. Ray. Szevasz, Ray papa. És 20 000 dollár. Tehát kapunk egy lángszórót.
kapunk egy snipert. Sniper. Ja, pénzt is kaptunk, sniper. Hoho. 5 lőszerny sniper, M4-es. Ó, 1000 lőszerny MP-nye, M4-es, és 25 lőszerny rakétavető. Ez igen, srácok, Ray barátunk rendesen megjutalmazott, és aki nem hiszi, az járjon utána, ezt figyeljétek, srácok. Ez a Patriot egyszerűen sebezhetetlen, tehát egy golyóálló Patriottal jutalmazott meg minket Ray barátunk. Hatalmas császár, ennek a kocsinak nagy hasznát vehetjük, ezt M4-essel is lőhetik, mert mindennel. Ez ellen szart sem ér senki. Fölrobbanni föl tud, hogyha túl sokszor ütközök meg minden, de szétlőni nem tudják, és ez a lényeg. I'm hot tonight, ez az. Jól van Ray, viszlát. Jól megjutalmazott minket így utoljára az öreg. Minden jót neki Miami-ban. Tűrűrű. És akkor van még egy küldénk a mai részre. Természetesen, csak előtte mentenék egyet. Ott a gyönyörű kis Patriot. Oké, mentés time. Ide ment... nem ide mentünk, hanem ide mentünk. Oké. És akkor távozzunk el innen. Rejtett csomagot, hogy ebben a részben nem gyűjtöttem. A kövi részben ugye megcsináljuk a harmadik sziget összes telefonos mellékküldét, akkor a következő rész elején a második szigeten lévő 6 vagy 7 hátra lévő rejtett csomagot gyorsan összegyűjtöm, és akkor utána megyünk a másik szigetre. De erre a szar Landstalkerbe szálljál már be. Tudtam, hogy ide száll be. Nekem a Banshee kell. Á, cseszhetem, hogy nekem mi kell. A szarért kell engem lőni már, nyomorék, geci! Fú, de utálom ezt a szarbandát, srácok. Nagyon utálom ezeket a izéket. 16 óra 31 perc közben, ez igen. Már nagyon hosszú lesz így ez a rész, mert nagyon sokat bohóckodtam ma. Nagyon utálom ezeket a izéket, yardikat, tényleg rohadjanak meg. Utolsó fos, genyabanda. Most tényleg fel vagyunk fegyverkezve, szóval nem kéne egy fegyót sem elbukni. Na gyere kicsi taxi. Taxi! Szálljál kifele taxisofőr. Ott a Dodge Viper, az igen. Elütött valakit az öröm lány, ne szálljál kifele. Jajaj, rendőr bácsik, aki ne ráncigálja, nem ráncigált ki, és akkor húzás van Donald Lapphoz. Még egy küldi jut a mai részre, srácok. I'm hot tonight. I'm hot tonight. I'm cold tonight. Hot tonight. Olyan gázam úgy, hogy minden rádióállomáson kb. 5 zene van. GTA-ban nem olyan nagy soundtrackjei vannak. De kurva jó az összes zene a játékban egyébként. Legalábbis majdnem az összes. Jaj, életet megint nem szedtem fel, amúgy lehet, hogy kellett volna. Na mindegy. Donald levadja azt hiszem egyébként a legtöbb küldetést a játékban, vagy Asuka kettejük közül valamelyik. Inkább Asuka szerintem. Vagy ugyanannyi, nem tudom. De ők ketten nagyon sokat adnak, azt tuti. Na nézzük. Grand Theft Aero. Ez Aero? Hát olyan már volt egy Grand Theft Auto, szóval ja. Üzlet már csak ilyen. Megint ez a hülye háttérhang van itt. Milyen gépben volt elrejtve, papa? Biztonságilag elkapták, és felmerült némi plusz költség. Menj át a Idon tengerparti völgyébe, és ott a Francis nemzetközi reptére megvesztegettem a hivatalt. Tulajdon már csak rád vár egy hangárban a repülőtörzsében. Jól van, Ray. Szerencsére teljen. Megvesztegetős típus vagy, sok a pénzed, szóval nekem nem lesz nagy dolgom. Akkor húzzunk. Nem tudom, srácok, rákapcsoljak-e nagyon az ütemre és kivigyem 20 rész alatt a GTA 3-at. Mert akkor, ha úgy van, a következő az már a bronz rész lesz, aztán jaj, aztán jön az ezüst rész, és karnyújtásnyira vagyunk a végjátéktól. Stinger. Azt rohadt. Nem hittem volna, hogy ilyen hamar meg lesz a GTA 3. Persze, nem vittem ki, de hát már nincs sok hátra. Flash. Tűrű. Flash. Itt nézzünk körül, mert azt hiszem itt is van valahol egy rejtett csomag. Flash. Tűrű. One or five. Outer shoulder. Another time. Flash to be a yo.
Hát akkor nem tudom, mit hitte, de ott a rejtett csomag, azért mondom, én úgy emlékeztem, hogy egynek kell itt lennie, és akkor 61 a 100-ból, tehát azt jelenti, hogy már csak vagy 5 vagy 6 darab rejtett csomag van hátra a második szigeten, srácok. És ide fölmegyünk a hídon, itt jó is, hogy erre jövünk, mert itt lesz egyébként egy élet, ugye ezt már az előbb észrevettük. Flashback, 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 flashback. Oké, húzzunk a hídra. Az előző részben tehát hamis árut szedtünk föl, amiket a repülőgép ejtett, az nem, nem az az áru volt, amire nekünk szükségünk volt. Szóval, ja, flash, flash. Flash, flash. Flash, flash. Flash, flash. Francis nemzetközi repülőtér. Tűrű. Flash, flash. Jó, hamar megnyílt a harmadik szigeten is a kapu. Itt még nem akarom gyűjtögetni a rejtett csomagokat, pedig itt elég sokat tudok. Vagyis hát pont, hogy keveset, ott a tűzoltóautó mellett van egy. A harmadik szigeten tudom egyébként a legkevesebb rejtett csomagot. Itt majd videó alapján, de akkor is összegyűjtjük most már a 100-at. Stubiejo. Ajjaj! Mi a szar? Mi a szar? Hova, hova? Hova, hova? Hova, hova? Ajjaj, itt a kolumbiai kartel, kinyírták az embereinket, baszki. Baszki. Ott a kolumbiai kartel, srácok. Oké, robbantottam egyet. Oké. M4-es volt a csávónál. Azt a kurva életbe. Jó, ennyien voltak csak a kolumbiaiak. Gyorsan fölveszem a fegyverzetüket. Azt a rohadt. Hát, szart kevertek a palacsintába. Itt voltak ugye az embereink a hivatalból. Ray lefizette őket. De hát kinyírták az embereket. Szóval így Dodót kell vezetnünk. És én a Dodót nem tudom vezetni a GTA 3-ban. A csomag eltűnt. Hajtsd fel a kolumbiai kartelt. Oké, nem kell ezzel mennünk szerencsére. Palantik építkezés? Aha, tudom is, hogy hol van a palantik építkezés. Nem kell egyébként az Dodóval mennünk szerencsére. Nem is baj, mert én a Dodót nem tudom irányítani egyszerűen a GTA 3-ban. Palantik építkezés. Oké, most már tudjuk, hogy hova kell menni, és kit keresünk. A kolumbiai kartel megint szart kevert a palacsintába. Úgy érzem, hogy Catalina keze közrejátszik ebben. Hát akkor irány az építkezési területre. Jaj! Azt a rohadt, majdnem fölborultunk. És nincs sok küldetés hátra a játékból, most járt el nekem, srácok. Nem tudom, írjátok le, srácok, kíváncsi vagyok, hogy hogy gondoljátok, legyen 20 részes a GTA 3, és akkor a 18-19. Rész legyen extra hosszú. Tehát 5-5 küldi legyen mindkettő. Ne! Hú, majdnem vízbe estem. Legyen kb. 5-5 küldi mindkét részben, vagy maradjunk a 3 küldiknél, és akkor több rész lesz a GTA 3-ból. Kevesebb, de több rész, kevesebb küldetés, de több rész, vagy több küldetés és kevesebb rész. Hogy döntötök, srácok? Kíváncsi vagyok erre nagyon. Ezt még belelököm! Azt a rohadt, nem sikerült vízbe löknem a szarjankót, és körözést sem kaptam. Na szóval tiétek a döntés, srácok, most szavazást nem indítok, de a komment, ha nem nagyon döntötök ebben kommentben, akkor viszont én fogom meghozni egy döntést, és lehet, hogy akkor a kövi részben megcsinálok mondjuk 6 küldetést, az azt követőben is megcsinálok 6 küldetést, és a 20. részben megcsinálok egyet. Az a baj, hogy nem tudom pontosan hány küldi van még hátra. Hát meglátjuk. Tényleg írjátok le nagyon szépen, kérlek titeket, srácok, hogy ti hogy szeretnétek. Shake it up! Jajaj, ez jó hamar fölrobbant, nem nagyon bírta. Shake it up! Na nézzük! Na nézzük! Kartelesek? Forever? Bizony! Ott a kolumbiai kartel, akkor robbantsunk! Egyetek, szarjankók! Baszki, dob már be, Cloud! Várjatok, dobjunk bombát rájuk! Puff! Azt rohadt! Mi vagyok én, afgán merénylő?
Robbanjatok, rohadékok. Robbanj fel te is! Azt a rohadt, hogy kicsináltam őket. És most húzzunk befele. Most már szarrá lövök mindenkit. Alig van alkám, az a baj. Azzal akartam pedig berambózni. Ha mindegy, akkor is berambózunk alkával. No problem, I kill you. Azt majd meglátjuk, hogy ki jön meg kicsonált rohadt kolumbiaiak. Gringo! Gringo, azt találtam, hogy ennél is M4-es volt. Gringo. Jajajajajaj. Wrong or die. Wrong or die. Ah, azok a hangok, azok a halálhangok. Oh. No problem, I kill you. Oké, ennél shotgun voltam úgy. Kinyírtam őket. Ezt is kinyírtam. Itt van-e valami? Nincs semmi, és menjünk fel a lifttel a toronyba. Oké! Berambóztam, összesen 6 pajzsomat vették fel, ugye mert 93 pajzsal jöttem. Azt a rohadt, rendesen intéztem mindenkit. Na nézzük! Na nézzük az átvezetőt! Cloud nagy keményen felmegy a lifttel. És hát akkor rendet rakunk. Na nézzük! Kibaszott ki kivel. Itt is van az a hülye hang egyébként, mint Donald Love-nál, úgy hallottam. Azt a rohadt magasra fölmegyünk. Húzzunk el innen, Isten tudja ki az. Én vagyok az Catalina, te ribanc! Most szarrá kell lőni Catalinát! Mi az? Nyugalom, nyugalom? Na mi van, Miguel? Beszartál? Mit csinálsz, Catalina? Nem vagyunk barátok, ide a táskát, köcsög, ide a táskát. Az igen, Catalina! Ennyi! Catalinában nem kell bízni, gyerekek! Leugrott a tetőn és saját emberét hátol lőtte. Ennyi. Na! Asuka, te is itt vagy! Meg vagyok bizony! Ah, ezek a hülye hangok! És megölte... Ajjaj! Megölte a kartel! Megölte Kenjit! Srácok, ugye mi öltük meg Kenjit, csak hát Asukaék abban a tudatban vannak, hogy a kartellesek voltak. Ez az! Adj neki Asuka, dolgoztasd meg a rohadékot! Ó, oké! Nem segítek, szevasz, szevasz. Nem segítek, amigo. Ez a te bajod, Miguel. Remélem, hogy kicsinál téged. Tehát most megtudhattuk, hogy mekkora szarnyankod a Catalina. Miguelt is csak kihasználta. És ennyi volt. Vidd el a csomagot Donald Love-nak. Baszki, és mindig nincs vége a küldinek, hát beszarás. Á, meghalt. Jó, hát akkor ide a sotit. Ennyi, bocsi, Asuka, én is ellenszegültem a kartelnak. Kellett egy, vagyis hát a, nem a kartelnak, hanem a Yakuzának kellett egy kis lőszer. Egyébként az építkezési területet mostantól az Asuka emberei, a Yakuzák irányítják. Innen eltűnnek a kartelesek, hál' Isten. Jól van, örülök neki. És akkor visszavisszük a cuckombót Donald Love-nak. Flash, flash. Jaj, 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 jaj! Baszki, hogy fölborultam, nem igaz? Kéne gyorsban egy autó. Jöjjön már egy autó. Csita! Kicsi csita, kicsi csita, gyere ide! Szállj ki, szarjankó! Enyém az autó. Head radio. Lips 1R6, nem Rise FM. Lips. Flash. Kíváncsiak, hogy most Donald adni fog-e rögtön küldit. Egyébként szerintem igen. De nem biztos. Na mindre nézzük, levisszük az árut Donald Love-nak, akinek aztán még lesz vagy 2 vagy 3 küldie. És 50 000 dollár, azt tarolt, na ezért már jó pénzt kaptunk, és igen, Donald Love egyből adja a küldiét. Donald Love és Asuka, újból 2 küldetés adunk van. Ez a játék finálé, a srácok. Már csak Donaldnak és Asukának lesznek ugye küldiei. Meg a harmadik szigeten van, ami mellé küldik, és a legvégén még Catalina ad nekünk egy küldetést. Oké, srácok, tehát innentől kezdve a ti kezetekben a döntés, itt várom kommenteiteket. Írjátok meg azt, hogy a következő és az azutáni rész legyen extra hosszú, tehát bő 1 órás rész körülbelül. Megcsinálunk benne 5-6 küldit, az azutániba is megcsinálunk 5-6 küldit. Tehát a kövi részben 3 küldi biztos lesz, ugye a telefonos mellék küldik, azon kívül még lesz vagy 3.
aztán az utáni rész is legyen egy extra hosszú, és az utolsó egy befejező rész, ugye a Katalina kinyírása. Vagy pedig úgy szeretnétek, hogy maradjunk a szokásos három küldetéses egy résznél, akkor kb. Még 5-6 rész lesz hátra. Viszont hogyha azt a változatot válasszátok, hogy csináljak meg nagyon sok küldét egy részbe, és legyen vagy egy órás a következő két rész, akkor még 3 rész van hátra a GTA 3-ból. Tehát melyiket válasszátok, srácok, a döntés a ti kezetekben, én várakozok türelmesen. Imiszkó lettem volna, remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor like és iratkozzatok fel, hamarosan folytatás, sziasztok!